No. Puttyantásügyi a minisztérium. Sziasztok, kedves emberek! Üdvözlök mindenkit így péntek este a Twitch csatornámon. Echelon Book 1 végigjátszásnak a következő része fog elkövetkezni a elkövetkezendő egy másfél órában nagyjából. Pillanat, csak még itt a chatrendszert alakítgatom. Még meg kell szoknom ezt az új kiépítést. Ugye hát minden játéknál egyéni kiépítése lesz ennek az egész cuccnak, de végső soron itt most az bonyolítja meg, hogy a játéknak a felbontása ugye 4-3-as, és azért kellett oda bal oldalra azt az oldalsó sávot berakni. Na, hát itt kérdeztétek már, hogy mi újság a régi csatornámmal, mert hogy ugye elérhetetlenné vált. Ennek az az oka, hogy ugye a régi oszkáros csatornát, tehát a YouTube csatornámról beszélek, abszolút az eredetit, 2012-ben megkezdettet. Azt most privátba raktam át, az összes tartalmat rajta. És ennek alapvetően az a fő oka, hogy én szeretnék egy kicsit kikerülni most már a Rivalda fényből. Hát úgy igazán nem is kerültem bele, valahol ez is az én problémám egyébként, tehát én ezt a hírességet, ezt a hírnevet, már hogyha nevezhetjük annak, én ezt igazából úgy tudnám maximum elviselni, hogy sokkal híresebb, tehát vagy országos szinten, vagy nemzetközileg. De az a siker, amit én eddig elértem ezzel az egész tevékenységemmel, ez jóformán nem hozott túl sok előnyt számomra. Mindegy, hát ezt már sokszor fejtegettem, de ugye azt is tudjátok rólam, hogy én eléggé visszahúzódó ember vagyok. Tehát az, hogy én gyakorlatilag megyek a boltba, és akkor ilyen vadidegen emberek megismernek, hát akik ugye a nézőim, és akkor hát ott bratizni kell, ez így jópofa dolognak tűnik. Aranyos is, meg hát nyilván persze, tehát oda lehet jönni, kezet rázunk, tengermély tiszteletem, de úgy nem igazán van miről beszélni, tehát kellemetlen egy kicsit számomra. Tehát végül is arra gondoltam, hogy törölni azért nem akarom teljesen a régi csatornámat, mert ugye hát több mint 6 évnyi munkám van benne. De mivel ott ugye folyamatosan vállaltam a nevemet és az arcomat is, így az emberek, hogyha azt megtalálják, akkor azon keresztül végül is azonosítani tudnak. Na szóval értitek, és ezért döntöttem így, hogy privátba rakom, tehát végül is bármikor, hogyha úgy döntök, akkor tudom folytatni, ott, ahol befejeztem. Az igazság, hogy most a YouTube is eléggé bedurvított, tehát ide a családbarát tartalmakat illetően. Most kapott is egy sztrájkot a csatornám egy 3 évvel ezelőtt feltöltött videó miatt. Hogy abban egy-két ilyen erőszakosabb dolog látszódik, hát konkrétan Cassie Cage-nek a X-rayjét ugye ott az összes karakteremben mutattam, meg gondoltam, hogy ez milyen vicces lesz, mert ugye sokan fognak erre kattintani, mert sok az ilyen pervers, szexista vadállat. És igazam is lett, tehát a legnézettebb videóm volt a csatornán, és ezt most valaki bejelentette, kaptam egy sztrájkot, hogyha még 2 sztrájkot kapok, akkor lehet, hogy az egész csatornámat törlik. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy mivel most ennyire elszaródott a helyzet YouTube-on, ennyire érzékenyült minden és mindenki, így most inkább a csatornámat is megvédem ezzel, hogy minden privátban van, meg hát magamat is tulajdonképpen. És ugye volt ez a, vagyis hát van ez a volt, inkább most már úgy mondom, ez a Vasvilla csatorna. Gondoltam, hogy ott még folytatom ezeket a ilyen vlog jellegű cuccakat, meg az ilyen elmélkedéseket, kifejtéseket, ilyesmi. De végül is valahányszor most már van egy videó ötletem, mindig az a második gondolatom, hogy minek. Tehát most kiállok, és akkor egyszerűen nincs akkora megtekintésszám, nincs akkora visszacsatolás, hogy ennek úgy legyen értelme, és ahogy az előbb elmondtam, annyira érzékenyé vált minden, hogy igazán őszinte véleményt már nem is nagyon lehet formálni semmiről. Én meg úgy nem akarok videózni, hogy ugyanazt mondom el, mint a X meg Y-odik videós. És tulajdonképpen, ha minden igaz, akkor mostantól az lesz, hogy itt Twitch-en megtaláltok, tehát ezek a péntek, szombat, vasárnapi streamek ezek lesznek. Ugye ezek fel is kerülnek a Oscar Twitch VODs csatornára, tehát ilyen háttértárként. És tehát ennyi lesz, tehát az alap profilomat, amit eredetileg indítottam annak idején, azt megőrzöm. Ez fog menni így szépen tovább, tehát ez engem sem terhel meg különösebben, ennyire azért nekem is szükségem van, tehát hogy kommunikáljak veletek.
illetve hát ugye vannak azért nagyon rendes figurák, akiket megismertem itt az évek során, nem akarom őket sem cserben hagyni, hogy most teljesen megszűnök létezni eredeti formámban. És végső soron, így miközben játszok egy játékkal, bármit elmondhatok, tehát hogyha történik velem valami, és úgy érzem, hogy ezt megosztanám veletek, akkor azt meg fogom tudni tenni. Tehát ilyen gameplay közbeni vlogger leszek tulajdonképpen. Igen, tehát az arcomat azt, ahogy itt Grievous mondta, próbálom takarni most már teljesen, mert szóval egyrészt visszaélések is lehetnek ez ügyben, másrészt hogy ez a hiperérzékeny világ, ami most itt kialakult, ez a MeToo-s dolog, meg hogy most volt nemrég ez a James Gunn ügy, hogy ugye őt kirakták a Disney-től, aztán, nem a Disney-től, mindegy, szóval, hogy ő rendezte a Galaxis őrzői filmeket, és hogy most azt hiszem talán a harmadik részt csinálják már belőle, és ő lett volna a rendező, és valami régi, többé, sok évvel ezelőtti ügyét elővették, valami Twitter bejegyzést, és akkor emiatt kirúgták. És jó, most le lehet menni abba, hogy ő is lehet, hogy saras, mit tudom én. De a lényeg az, hogy egy rossz megjegyzésed van, és eláshatod magad egy életre. És hát én sem akarom azt, hogyha esetleg a jövőben úgy adódna, hogy el kell mennem majd még egy állásinterjúra, vagy ilyesmi, akkor ott esetleg valami egy rossz megnyilvánulásom miatt, amit a YouTube-on elkövettem, amiatt kirúgják a lábamat. És ez akár utólag is lehet, hogy már felvettek a munkahelyre. Na és tulajdonképpen önvédelemből csinálom én ezt, hogy amennyire lehet. Hát Facebookon fent vagyok, tehát ott vannak rólam képek, úgyhogy ha valakinek hiányzik az arcom, akkor ott azért láthat rólam dolgokat, meg oda majd fognak is felkerülni újabb képek, ahogy az életben haladok előre. Úgyhogy végül is ennyi lesz. Igen, a Disney-től elég szomorú dolog volt, én is olvastam, pedig nagyon jó rendezője volt a Guardians of Galaxy-nek. Igen. Na, úgyhogy hát be kell érnetek a szexi hangommal innentől kezdve. Remélem, hogy az is elég lesz. Indítom is a játékot. De a tesi tanár brutalitása megmarad az MK11-ben. Na, betöltés. Remélem működik minden. Azért még csekkolom egyszer. Jó, oké. Okay. Egyébként itt vagytok. Hello. Na, áthúzom a másik monitorra. Oké. Okay. Úgyhogy hát igen. Ez van, gyerekek. Sajnos idáig jutott a világ. Pedig de szerettem YouTube-ozni, de olyan kényelmes felület volt az. Na. Azok a jó MK-s gameplay-ek de fognak hiányozni. Jó, hát ez van. Na. Úgyhogy itt tartottunk az előző részben, hogy most ugye rengeteg küldetést magunkra vállaltunk. Hát csak, hogy... Ja, ide kellett kattintani, nyomok egy E betűt. Igen, tehát itt most gyakorlatilag amerre nekünk menni kell, arra lesz egy csomó minden. És én azt gondolom, hogy először a déli partokat kéne meglátogatni. Tudnélik, ott elég sok bandita van, és legalább egyszer-kétszer szintet fogunk lépni. És amint ez megtörtént, én utána terveztem lemenni a pincébe, abba a különleges pincébe, ahol a Mithril darabka van. Mert azért az egy eléggé húzós hely lesz, emlékeim szerint. Ugye... Várjál csak... Amíg egy küldetést nem vettünk fel. Igen, beszélni kell itt a papbácsival is, vagy plébános, vagy nem tudom, ez kicsoda. Azt mondja, hogy ebben a kis pici templomban egy ember, vékony termetű ember áll, és színes fények világítják meg őt, amik a színes ablakokon keresztül szűrődik be.
igen, kellemes ilyen levegő, aura lengi körül a helyet. Azt mondja, hogy üdvözöllek a zöld hold. Hát ez a Bethel, ez nem tudom, milyen kápolna-szerűség talán. Fáradt utazó. A nevem Michael atya. Itt meg tudjuk gyógyítani a sebeidet és a lelkedet is. Egy pici donációért cserébe, természetesen. Na nézzük, hát életerőm az maxon van. Mondjuk a mana pontjaimat nem tudom, hogy visszatölti, megpróbáljuk. Ja, 40 arany, aha. Hát az nem. Lehet nincs is most annyim már. Igen, hogyha meg vagyunk átkozva, akkor itt le tudja venni rólunk Michael atya az átkot. Habár úgy tudom, hogy mivel mi agnosztikusak vagyunk, ezért nem tudnak minket megátkozni, azt hiszem. Ezt mindjárt meg is nézzük. Tudnál válaszolni néhány kérdésemre, atyám? Gyermekem, hogyha válaszokra vágysz, akkor a spirituális kérdések tekintetében, akkor csupán magadba kell nézned először, azután pedig imádkozni. És utána hosszú órákon keresztül történő imádkozás után és meditálás után megtalálod azt, amit keresel. Nem egészen erre gondoltam. Akkor meg kell szabadulnod az anyagi terheidtől, hiszen az semmi más nem hoz számodra, csak gyötrődést, gyötrelmet. A megvilágosodás felé vezető igaz út csupán a temperance and humility-n keresztül történhet meg fele-fele. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy a templom mindig elfogad adományokat. kösz. Abban reménykedtem, hogy esetleg valami munkát találok itt. Ó, hát itt mindig talál munkát olyan ember, aki Luna akaratát akarja szolgálni. Ugye Luna, gondolom, hogy ez a holdistennőnek az akarata. Hát persze, habár ezzel nem fogsz pénzt keresni, de ezeket a munkákat, hogyha elvégzed, akkor pusztán a dicsőségért megteheted. Tudomásomra jutott, hogy van egy távol élő ember, aki a Sóstó környékén éldegél, ami innen délre található, és sajnos elkapta a, hát ez a húsrothadás, flesrat nevű betegséget, és gyógyításra van szüksége. Rendelkezik a kápolna, nem tudom, ez a Bethel, ez mi. Valaki írja meg. Miket írkáltok ti itt? Csórópap. Ja, 23 néző. Na, szóval, hogy rendelkezünk egy nagyon ritka potion-del, itallal, aminek az a neve, hogy abszolút gyógyulás, és el kellene vinni ennek az embernek, hogy meg tudjon gyógyulni ettől a betegségétől, de sajnálatos módon ez a déli régió nagyon veszélyessé vált, és eddig még senki nem tudta teljesíteni ezt a feladatot. Emlékezz rá, hogy ezért a küldetésért nem kapsz semmilyen financiális támogatást, magyarul pénzt. Ez csupán a tiszta önzetlenség jegyében történik. Hú, micsoda magyar fordítás volt. Elvállalod ezt a küldetést, ezt a feladatot a Bethel számára? Kápolna. Ja, chapel a szinonimája. Tehát akkor kápolna. Ja, hát igen, itt van az arcom. Jaj, lebuktam. Na. No pay, no way. Okay, I will perform this task for you. Okay, elvégzem neked ezt a kis feladatot. Nagyszerű. Abban a ládában megtalálod a potion-t, és nagyon-nagyon óvatosnak kell lenned a déli régióban, mivel hogy a háború elkezdődött, és az őrség ugye visszavonult a területről, gyakorlatilag hát kalózok, utanállók és zsebtolvajoknak a hát területévé vált. No problem. No, akkor vegyük fel a izeit. Itt van. Potion of Absolute Restoration. 300 aranyat ér. És egyébként ne idd meg. Maradjunk annyiban, hogy ezt ne ígyjuk meg. De hogy miért? Azt majd mondom később. Nem akarom lelőni a poént.
de ne idd meg. Vagy ha mégis megiszod, előtte mentsél. Sunyi dolgok történnek eme játékban. Na, itt akkor a híd alatt alszunk egyet. Jobbra nem telik. Na most nem fogok fizetni a fogadósnak. Nem tudom mennyi aranyat, mennyi aranyom van, 372. Hát végül is. A térképet, ez hogy lehet megnézni? Nincs gyors kattintás rajta, mindegy. Szóval miket írtak itt? He. Don't drink it, bitch. Úgy néz ki, nem fogjuk megkapni a választ. Milyen választ? Tudom, ja, tudod, Rossi, én is az ilyen embereket nem értem, bejelentenek, de ha nem tetszik neki, amit lát, akkor miért nézi? Bocs, hogy mi. Hát igen, ez azért van, mert ugye family friend is baromság bejött, és a gyerekeknek a lelki békéjét védeni kell, ezt valahol én értem is egyébként, és valóban az egész videó egy hát, erőszakos jelenetek egymás után vágásából áll. Na de hát ez egy játéknak a része, most ennyi erővel a játékot is lehetne bannolni, érted? Hogy mi a helyzet a játékfejlesztéssel? Ja, hogy ez volt a kérdés. Ezt persze csináljuk a Duke Nukem kiegészítőt. Ő most ugye a magyarítással is foglalkozik, mármint a System Shock 1-nek a magyarításával. Gyerekek, én leveszem a zenét, mert rettenetesen zavar. Remélem, nem baj. Na, így jobban tudunk kommunikálni. Hát aztán, hogy mikor fogunk teljesen önálló játékba kezdeni, azt nem tudom, most különböző technológiákat kísérletezünk, főleg SPESS, és aztán valószínűleg az Unreal Engine-t kitanuljuk, és hát utána. De így fejben, meg Discordon azért így beszélgetünk dolgokról, tehát tervezgetjük, de hogy mikor fogunk ténylegesen úgy leállni, hogy na, akkor most egy nagy játékba kezdünk, azt még nem tudom megmondani. Na. Ha kell valami, akkor tudok segíteni. Játékfejlesztésben? Batmov. Na, kempeljünk egyet. Ja igen, várj, csak egy gyors mentést is nyomok. Igen, ez a baj, akkor bármikor megtámadhatnak, tehát észnél kell lenni. Csomó olyan hang hallható ebben a játékban egyébként, amit a Gothic 1-ben is lehetett hallani. A lépészajokat is egy kicsit visszább veszem. Adok le egy pici zenét, azért adok, hogy legyen valamennyi. Így. Csak picit halkabb. Ha már régóta foglalkozok vele, nem vagyok profi, de most is épp dolgozok. Igen? Na. Unreal Engine 4-hez mennyire értesz? Mert mondjuk, engem leginkább az érdekelne. Hát itt SPESS-szel beszélünk, hogy mit kéne kitanulni, aztán végül múltkor sikerült meggyőznem, hogy Unreal Engine 4 az lenne a nyerő. De hát, ja. Neked mi a meglátásod? Abban épp, hogy csak belenéztem, most Unity-t használok. Hát, a Unity az nekem több szempontból nem tetszik. Na várj, azt mondja, hogy ez a hely valamiféle mágikus platformnak tűnik, és viszont úgy tűnik, hogy egy valami különleges varázslat elsütéséhez használták. Most már benőtte a növényzet, koszos, és ma jó ideje nem használták. Ja, lesznek még kedvcsinálók. 8 évesen MK9-et néztem Oszitól, és a lelki és szellemi állapotom tökéletes. Hát az a ritka 8 évesek közé tartoztál akkor, akik intelligensek. De nem mindenki az. Mindegy, erről lehetne egyébként hosszasan filozofálni. Hát csak hallottam itt ilyen taknyot, ezt mindjárt megöljük. Na, miért nem tudok varázsolni? Ah!
Ah, you son of a bitch. Hárman vannak. De itt van egy töltőképernyő. Úgyhogy jól közel megyek. Nem lesz gond. Így, és akkor itt alszunk. Jaj, ne! Blutty. És akkor így szépen gyógyulunk. Ez így működik. Ah, meggyógyultunk. Nem, szerintem Unreal Engine-t kell kitanulni. Én a mondó vagyok. Összességében nekem az sokkal jobban tetszik. Na, jól megvolt. Akkor ezt a kis pici piros cuccot is megöljük. Milyennek a neve? Fanged Salamander. Ez az. Na, lehet, hogy itt még lesznek szörnyikék. Ez egy viszonylag új terület. Aludjunk egyet. Az a jó a töltőképernyős részeknél, hogy el lehet menekülni. Viszonylag könnyen. Pattogtatom a kukoricát. Ujjjjj. Meg lettem támadva. Jaj, sötétben nehezebb eltalálni az ellenfelet, ez jó, hogyha van nálam fákja. Pusztulj! Hogy majd denevér megölj, ha? Na, hogy aludjak tovább? Igen. Fú. Jó étvágyat mindenkinek. Hát jól jönne igazából még egy csapattag, úgyhogy dobjam már Lici egy e-mailt majd, és akkor megdumáljuk a dolgokat. Mert eddig csak ketten vagyunk, Spesz meg én. Minél többen vagyunk, nyilván annál jobb a dolog. Wow, köszönöm szépen, hogy bekövettél. Így van. Takarásban vagyok éppen. Ez még lehet jól is jön így. Eléggé minimális a sebzés, amit beviszek, de nem baj. Rohadt sokan vannak. Ezt az egy banditát talán meg tudom ölni. Csak ne lenne takarásban. Sokat írt valaki. Eper is az Oli. Egyébként őszintén megoldhatta volna a YouTube a családbarát dolgot azzal, mint az Inda videón például, hogy egy külön oldal van a pornónak, és csak akkor mész át az oldalra, a 18 vagy, csak itt az lenne, hogy átvizsgálja a fiókurat a YouTube, hogy 18 vegye, és egy külön oldal lenne a nem családbarát tartalmaknak. Hát ezt is beszéltem. Ja, te vagy az At is? Vagy te egy másikat is vagy? Na mindegy, szóval Eper és Zoli, igen, ezt beszéltem Spesszel is. Itt az a baj egyébként, hogy hiába van elkülönítve az, hogy most mi a pornó és mi nem az. Tehát, hogy van egy külön
gyűjtő része, vagy egy aloldala mondjuk a YouTube-nak, ami az ilyen 18-as pluszosabb dolgokat csinálja, a gyerekek attól még az el tudják érni. Tehát itt fizikálisan kéne valahogy megtiltani nekik, és akkor, akkor már lazábban lehetne ezeket a dolgokat kijátszani, úgymond. De ez addig, amíg valami gén ellenőrző hardveres valamihez nem kötődik, addig ez nem lehet, mert addig minden rendszert ki lehet játszani. De még egy arcfelismerő rendszert is. Lefényképezed anyucit, és akkor a kamerádnak bemutatod, hogy én vagyok anyuci, és utána már mész is a pornó oldalra, érted? Szóval nehéz ügy ez. Jaj, szörny! Nem, ilyen híradós dolgok már nem hiszem, hogy lesznek. Most már csak játszok. Aztán közben így dumálgatunk. Nya! Milyen jó, hogy tudunk varázsolni, mi? Ezek még mindig itt vannak, tehát igen, mondjuk az első résznek ez egy ilyen hibája, hogy... Jajjaj. Igen. Elcsallak titeket, oda, így körbe megyek. Na most gyertek, köcsögök. Addig dobálok titeket tűzlabdával, hogy meg nem döglötök. Készüljetek fel, reálja. Igen, nagyon elcseszték most már, tényleg végleg. A YouTube-os dolgokat. Hát a pénz rontott el, tehát amint bejött ez a dolog, hogy pénzt lehet keresni, átment üzletbe az egész, és most már kész. És most már nincs is szükség egyedi tartalmakra, úgyhogy ezért is hagyom abba. Az egészet, nincs értelme már. Szóval már jobban bosszantott ez az egész, mint hogy egyáltalán bármit is kezdjek ezzel a cuccal. Szóval amikor olyan tartalmakat néznek több százezeren, amit be kéne tiltani, érted? Hát akkor... Én most minek mit csináljak ott? Ó, de jó már neked, most jöttél a strandról? De szuper! Nem tudom, ilyenkor ők visszatöltődnek az életerőügyileg? Ajjajjajjajjajjajjajjajj... Hát igen. Oké. Ennek felesett réfa. Az a baj, hogy gyógyítani nem tudom még magam. Hogy fogjuk ezeket legyűrni? Ja, nem töltődik azért vissza teljesen. Úgyhogy szerintem az egyiket ezt most már le tudjuk gyűrni. Jajjaj.
Nem is figyeltem, már 700 követőm van. Puh. What's happening here? Oh no! De végül is így is lehet szintet lépni, hogy ilyen nehezebb helyszínen alszol és várod, hogy megtámadjanak. És úgy rohadt jól lehet fejlődni amúgy ebben a játékban. Hát igen, le kéne gyűrni ezeket valahogy, de hogy? Na jó, tudod mit? Lehet, hogy nem ide fogunk jönni most, mert itt valamiért szarrá vernek most. Nem így emlékszem, lehet, hogy ez valami patch miatt van most másképp. Akkor nem erre fogunk most jönni, hanem először megnézzük azt a pincerendszert. Mert ott azért úgy vannak, hogy egyszerre nem jön 3-4 ellenfél. Abban szinte biztos vagyok. Hát hogyha mégis, akkor majd valahogy máshogy fogjuk csinálni. De végül is el lehet menekülni előlük, tehát nem muszáj leállni, harcolni, csak valamiért úgy emlékeztem, hogy ez így varázslóként működik. Persze az is lehet, hogy csak a szar fegyverem miatt van. Lehet, hogy vissza is megyek Aridelbe. Veszünk valami normálisabb fegyvert. Mert azért ennél nagyobbat sebzek. Ja, túl könnyű lenne így. Valamennyi életerőt ők is vissza regenerálnak. Na, mit van itt? Azt mondja, hogy... Hát, ennek is csak kettes sebzése van. Mindegy, egy ilyet veszek még tartalékban. Ez jó lesz. És akkor ezt így el is helyezzük ide. Tartalékbunkó. Hát úgy látszik, hogy ez a legjobb most. Hát megvesszük akkor. There is no other way. És akkor be is rakjuk ide. Oké, tehát akkor megvan a fő fegyverünk, így már azért jobb egy kicsit a cucc. És akkor megnézzük. Azt a... pincerrendszert. La. Egyébként az Unreal Engine-nek is van egy olyan fórumja, ahol nagyon gyorsan lehet választ kapni. Igen, ezt én is hallottam, hogy a Unity az barátságosabb, meg szóval sokkal több ilyen kisebb fejlesztő van mögötte. De szerintem ez nem kell, hogy most ez alapján döntsük el. Hát mindegy, én a Unreal mellett teszem le a voksomat. Maradjunk ennyiben. Szerintem az jobb. Na, ez a pince, az itt van fent. Ide le is fogunk menni, úgyis mindjárt besötétedik. Ó, várjál csak ott fent. Ó. Na jó, aludjunk egyet. Let's sleep. Blutty. Mondjuk bemehettem volna egyik házba, ott biztonságosabb. De mindegy. Okay. Az Unreal-hoz most jött ki egy teljesen hivatalos és ingyenes többleckés oktatóanyag. Ja, én még be is fizettem egy fél évvel ezelőtt kb. Egy tananyagra, ami valami 36 videóból áll. És azt állítólag, hogyha végig nyálazom majd, csak még nem vettem rá magam, akkor egy, hát még nem közepes szinten, de közel-közepes szinten megtanulja az ember, hogy kell használni az engine-t, és egy komplett játékot összerakok a 36 videó alatt.
ez 33%-os. Megpróbálom feltörni. És sikerült. 34 tapasztalati pontot is kaptunk. Nehéz páncél 150-et ér. Art of Brewing. Azt hiszem, hogy ez a kemikália tudásunkat, alkimia kemikália, alkimia tudásunkat fejleszti talán. Igen. Na most már tudunk alkimistáskodni. Te mondtad nőzi, nagyon hasznos könyv volt. Itt körülnézünk. Ne! Látod, mennyivel nagyobb a seb ez a cucc. Na de most... Menjünk vissza az utunkra! A küldetést teljesíteni kell. Megszerezni azt a fém darabot. A kovács számára. Csak is mi vagyunk rá képesek, mi vagyunk a Dovahkiin. Rarr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 
Bumcs. Azt mondja, hogy... hát ilyen dohos, büdös levegő tölti meg az orrlyukaidat, amint alá szállsz a lépcsőkön, ami ebbe a pincébe vezet, és egy elhagyatott ház alatt található. Rengeteg hosszúlábú kaszáspókot látsz a falakon és a mennyezeten. Ó, menekülnék onnan. Empty flask. Jó, majd tudunk alkimistáskodni. Na és mondta a kovács, hogy itt bizony nagyon vigyázni kell, mert itt bizony csapdák is vannak. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Hát ez azt jelenti, hogy mentek, mint a disznó. Jól átnézzük itt a dolgokat. Ó, egy törött valami életerő poti, meg egy torcs. Ezt ide letesszük. Küldetéstárgy. Wow, köszönöm szépen, hogy bekövettél. Úgy bizony. Ja, várjál. Itt az ajtó. Csak nem láttam a szememtől. Erre a taposó valamire rálépve egy fal elmozdult délnyugati irányban. Kinyílt. Igen, hát ilyen csomó törött üveg, meg bútortárgy helyezkedik el itt mindenfelé szanaszét. Azt mondja, hogy a valamennyi bor és érték az már el lett innen víve. Sajnálatos módon a maradék az a földön hever széttörve. Hát igen, na de szerencsére a tolvaj nem vette észre ezt a nyomó gombot, úgy tűnik. Vagy hát az még most fog kiderülni. De úgy tűnik, hogy nem vette észre, tehát itt még további értékes dolgokat találhatunk. Például egy mitril darabot, csak olyan rohadt sötét van. Várjál csak! Ja, bocs, nem. Divinition-t azt még nem tanultuk meg. Igen, mennyi van a szintlépésig? Már nem kell olyan túl sok. Mert akkor lehet, hogy azt fogom, hogy megtanulom a Divinition-t. És akkor sokkal nagyobb fényt tudok majd varázsolni nektek, meg magamnak, mert én aztán ezen a kis pici ablakmód nézetben alig látom, hogy mi történik. Dorki! Ajtókulcs. De vajon melyik ajtó ehhez? Fuck! Miért nem tudlak? Takarásban van? Ja, hát persze. Mert fal mögött van, hát azért nem tudom meglőni. Valahol egy kapu mozog. Help me! Igen.
Igen, közelről, hogyha a koncentrációm nem elég magas, akkor néha elcseszi a karakter a varázslatot, hogy közvetlen közel van egy ellenfél. Ez az. Jó, eddig szépen haladunk. Plusz 25 tapasztalati pont. Szia, Lavi! Hát mostantól az e-mail címem az a winkleroscar@gmail.com, tehát arra kapok meg mindent. Új, itt egy hulla. Nincs benne semmi. Várjál, visszatöltöm, hát hogyha most lesz benne valami. Hoppá, szulfúr! Köszönöm szépen. Hú, de sötét van. Jaj, de nem látok semmit szinte. Jó félelmetes lehet, gondolom rohadt csönd van ott lent, meg sötétség. Na itt egy fákja, óriás fákja. Aj, de majd egy kulcsot kell megtalálni. Azt mondja, hogy trap has been spawned, this way, don't see. Megmérgeződtem. Jó, most ezt nem fogjuk kiheverni a méregnek az izéjét. Aha, ott észrevettünk egy csapdát. 0% esélyünk van, hogy diszarmoljuk, úgyhogy akkor azt nem is fogjuk megcselekedni. Aha, nem érdez, legalább nem halálos. Jól van. Lutty, kinyílt. Na most már akkor gyilkolhatok tovább. Ebben nincs semmi. Ami azt illeti, nem biztos, hogy ezt a kulcsot megtaláljuk egyébként. Tehát lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy megpróbálom feltörni. Végülis van 20-valahány százalék esélyünk. Meg nem is annyira erős ez az ajtó. Megpróbáljuk. Mukodj! Mukodj! Yes! 54% experience point. Kyle Burger. Oké, Batmove. Köszönjük, hogy itt voltál, majd akkor küldj el az e-mailt, ha gondolod. Na, tehát fel lett törve elme ajtó. Mi található vajon itt? A kérdés az ebből áll. Szörny! Pusztulsz! Wow. Don't do this! I don't wanna die! Hulla! Na, életerőpotit kaptunk. Wow, köszönöm szépen, hogy bekövettél. Potion of Predator Sight. Na igen, ez egy jó. Ez azt csinálja. Csak elő nem lehet ilyen leírást kapni róla így. Na szóval,
gyakorlatilag Terminátor látásunk lesz tőle. Tehát, hogy látod, hogy zölden látjuk. Hát nem pirosan, hanem zölden. De ez nem olyan, mint a ketály. Tehát ez arra jó, hogy tök sötétben vagyunk, és nem kapcsolok lámpafényt, tehát fáklya. Tehát korom sötét van. Az ellenfél nem lát, én viszont látom őt, mert predátor látásom van. Jó, mi? De most majd a ketszájt azt akarom beüzemelni. Erre mi van? Semmi. Ez itt mi? Valamit kinyitott ez a kapcsoló. Hopp. Ja, telik a pohár. Mikor fog kiborulni? Jujuj! Arra volnék kíváncsi, hogy mi valahogy teljesen megtelik. Na, új helyszín. Ja, ezt nyitotta ki szerintem. De már mielőtt még erre tovább megyünk, megnézzük, hogy mi van itt fent. Jó helyen járunk szerintem, nagyon is. De nem itt lesz még a mitril. Aha, egy kulcs, antiméreg, meg egy torcs. Tudunk világítani még tovább. A más az itt nincs. Ezt a torcsot magammal viszem. Egyébként azt hiszem, hogy annak is van talán súlya. Ha jól tudom. Ráadásul azt így eldobni nem is nagyon lehet. Oké. Na, add ide ezt is. Na most megnézem, NQ Burns, az meg feljebb megy. Aha, hát nem sokkal. One right path, many wrong steps. Egy helyes út van, rengeteg helytelen lépés. A space nyomogatom ilyenkor. Ujjúj. Akkor kiszúrja a csapdákat idővel a játékos karakter, még hogyha nincs is Skulldaggeri képessége. Megdöglünk. Aludjunk. Hát jó, hogyha ezt a 700 embert egyszerre tudnám mozgósítani, és katona lenne mind, akkor az komoly haderőt jelentene. Na, oké. Hát akkor itt is. Elsőre. Ha! Így kell csinálni. Na. Hallok valamit.
Mit hallok? De várjál már most. Még nem akarok erre elmenni, mi van itt lent? Nothing. Hát igaz, a térkép az írja, hogy nem. Kár, hogy a szörnyek nem tudnak a csapdára rálépni. Mondjuk itt a denevér az nyilván nem tud, mert hát ő repül. Más szörnyek azt hiszem rá tudnak lépni. Lesz egy hulla valahol a környéken. Ezt itt szétverjük. Ah, ja. Nem akarom, hogy szétmenjen. Blutty, blutty. Jó kis játék, ugye? Ilyen lassú. Ágyban nézendő. Nincs benne semmi. Kérem vissza a pénzemet. Ugye ez persze? Na itt lent mi van vajon? Szerintem itt van az a bizonyos dolog. Na de... Próbáljuk feltörni, hát végül is 30% esélyünk van. Az még jobb, mint az előző. Sikerült, de mákos napon van. Bázlis napon van. Terminátor 2. Shit! Son of a bitch. De jó vagyok. Na most még mielőtt a szintlépést megcselekedném, aludjunk. A szintlépést ezt majd a legközelebbi harc során akarom ellőni, ugyanis a szintlépés az maxra tölti az életerőt és a manát. Kingdom Come Deliverance. Pedig azzal gondoltam, hogy majd játszok. Tehát még mindig tele van hibával? Mert én azért azt hallottam, hogy elég sok mindent javítottak az utóbbi pöccsel. Emberi csont, 15 arany, szuper. Megérte eljönnünk ide. Na, meghúzzunk egy kapcsolót, tehát akkor gondolom, hogy most visszafelé kell menni. És itt balra el, itt még nem voltunk. Belépsz ebbe a terembe, és a káosz állapota fogad téged. Gyakorlatilag a székek szanaszét vannak dobálva, törött asztalokat látsz heverni mindenfelé a földön. És egy rothadó hulla van a egyik sarokban. Úgy tűnik, hogy ez a szoba valaha egy találkozó helyiségként szolgált, de most kevesebb, vagyis nem több, mint hát egy ilyen mocskos sír. Hát szóval, na. Igen. Sírkő, egy ilyen tolvajnak a sírköve, tehát ahol megdöglött, na.
Ez a lényeg. Hogy hogyan találkozott a sorsával, az misztérium. A misztérium övezi. Hevenyészet fordítást hallhattatok. De hol van az a hulla? Melyik sarokban? Ja, ez! Egy arany kulcs. Meg ó, vannak itt jó dolgok, ezt majd el tudjuk adni. Emel dolgokat. Egy nagyon különös állatnak az illatát kezded el érezni, ahogy haladsz előre. És ezen a helyen, hát ilyen nagyon-nagyon sok a mocsok. Ja igen, ott van ez a zöld állat. Na most ez egy nagyon jó rész, ezt szeretem. Tudni illik. Meg lehet ölni úgy, hogy oda csalod, és rázárod, és 411-et sebződik. Plusz 25 tapasztalati pont. Úgy, igen, ez egy nagyon trükkös dolog. Azt hiszem ez a kettő volt itt. Na jó, azt hiszem szintet lépek. Divinitiont megtanultuk. És akkor adjunk még... Dexterity-e szerintem adok, hogy gyakrabban találjuk el a ellenfeleinket. Na és akkor most már meg tudjuk tanulni a... ezt. És akkor ha minden igaz, akkor a Fire Darts, ez lesz a 4-es. Ketszáj. Az pedig legyen az 5-ös. Aha. És így már azért jóval többet lehet látni, mint a ketszáj nélkül. Ezek tulajdonképpen egy boss harcot láthattunk itt az előtt. Adjad ide a fákját, ezt, és meg ezt is kérem szépen. Szerencsé, hogy ezek itt nem égnek le. Áú. Na, egy láda. Itt egy izé. Ez már van egy ilyen, nem pontosan ugyanilyen köpeny. Mi volt még itt? Ja, egy csont. Hoho, Mithril, 375 arany. Elméletileg ennyit fogunk kapni, ennyi az értéke. Úgyhogy ezt akkor most a hónom alá kapom, berakom a bugyimba, és mehetünk. Az ajtó jobb fegyver, mint a BFG. Ja, az biztos, ez mindent elsöpör. Már meddig tart még a izé a ketszáj? Igen, itt írja, hogy amikor megszűnik. Jól van. Na hát akkor megvan, amiért ide jöttünk. És a mini térképen nézem, hogy hol nem voltunk még, de már mindenhol voltunk szerintem. Meg hát végül is, amiért jöttünk, azt megtaláltuk. Már csak el kell húzni a belünket innen. És egyébként azt hiszem innen nem lehet teleportálni a dungeonokból, nem lehet. Ja.
ez az. Ügyesek voltatok. Most várj, csak erre kell menni, itt egyenesen végig. Nem sokára már kint is vagyunk. Ah, fuck! Úgy bizony. Pa. Igen, szóval, ha van rá lehetőség, akkor az ajtókat, amit fel lehet törni tolvajkulccsal, törjük fel, mert azért is tapasztalati pontot kapunk. Ja, most itt például nálam maradt ez a kulcs. Hát erre nincs szükség, de nem fogom most eldobni. Az a baj, hogy nem lehet csak úgy letenni a tárgyakat a játékban, mert azok elvésznek örökre. De mondjuk azt meg tudod tenni, hogy berakod egy ládába, vagy egy hordóba, vagy hasonló helyre. Itt is ezt fogjuk tenni, tehát tudjuk, hogy ez a kulcs az hova való. Mondjuk ide berakom. És elméletileg nem fog elveszni. Hú, az a mitril, ez mennyit nyom már, nézd meg itt az encumbrance, nézd ezt az zöldségot. Ha kidobnám, akkor ennyivel több helyem lenne. Várja. Mondjuk egy olyan 25. 25. Ez valami, nem is tudom, 10 kiló. Valamennyi, valami ilyesmi. Na, volt egy hordó. Na, és akkor mehetünk Aridelbe. Ja, a fákját azt ne égessem fölöslegesen. Ezeket a fákjákat is levehetném, csak azért nem akarom, mert akkor éjszaka nagyon sötét van a városban, úgyhogy ezt megtartom. Na, kovács. Megvan a mithril darabkád. Lutty! Ó, nagyon szépen köszönöm! Őszintén szóval kételkedtem abban, hogy vissza tudod-e szerezni, de tévedtem. Igenis, Farwick hátra nyúl a ládájába, és elővesz egy jó, húsos, nehéz, pénzzel tömött zacskót. Ez a mithril darab 375 aranyat ér, szóval teljes áron megveszem tőled, megérdemled. Most itt lehet mondani, hogy hát egy darab fémért kockáztattam az életemet, szerintem több, sokkal többet ér az neked, mint 375, de much appreciated, tehát ez, szerintem itt ez így elég, mert akkor begurul. Nézzük, mi van nálad. Van-e valami jó fegyau? Hát egy kis páncél az mondjuk nem ártana, belegondolván, de például ezt eladom neked, mert ez nekem nem kő. Nehéz páncél sem kell. Új, tin kulcs is itt maradt a picsába. Mindegy. Vajon. Na, rendezzük sorainkat. El fogunk mindent adni valószínűleg. Tök mindegy. Predator Sight. Ja. Hát. Mondjuk ez még jól fog jönni, ezt nem adom el. Nem adom el. La 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 la. Na és akkor izét, hát így nézzünk ki. Hát kéne azért valami páncél. Könnyű páncélra specializálódtunk. Leather skin.
Stud Leather Skin, Armor Rating 2, ennek egy, akkor inkább erre lenne szükségünk, és ez Light Armor. Adjon ide fele-fele. Kár, hogy nem mutatja, ja, várj, de nem mutatja. Szükségünk van Hide Leggings, Light Armor. Övre is szükségünk van. Csizmára is, mert ennek egyes értéke van, ennek egyes, akkor az még maradhat. Hát igen, kesztyűre is szükségünk lenne, ez rohadt drága. Egy ilyen sima leather gauntlet az jó. Meg egy ilyen fejvédő. Ugye más az nincs. Így azért nem is költöttünk olyan túlsokat, de a védelmi értékünk az remélhetőleg fel fog menni, tehát itt most végül is a armor rating az 7-es. Így meg 13-as, tehát így már azért jobb. Így már azért sokkal jobb szerintem. És akkor persze ezeket el is adjuk neki mindjárt. Kulcsot meg szerintem elsúvasztom ide. Könyveket azt eladjuk a alkimistának, remélhetőleg megveszi. Nem mindegyik könyvet veszi meg, de még a fogadóssal is majd egy próbát teszek mindjárt. Azt mondja, hogy... Jó, megveszi. Hát mivel, hogy most már alkimistáskodni is tudunk, hát ezt meg is próbáljuk, hogy most ez hogy kell. De lehet, hogy ez ilyen alkimista asztalra van szükség. Ja, jobb kattintással, ha. Ah, igen, így healing elixírt így összeraktunk. Hát végül is, ja. Tehát tudni kell a recepteket. Ezeket a Willow, tehát a sárga cuccokat, ezeket akkor gyűjteni fogjuk. Mert ebből lehet életerő ízét csinálni. Várjál, megpróbálok azért még itt valamit, ha már itt vagyunk. Ezt, és így véletlenszerűen rakom bele. Ja, persze nincs most tárolóm. Jó, akkor hagyjuk. Vagy esetleg receptet nem lehet venni ettől a nőtől? Varázsló kalap. Igen, tehát szulfúr és vilofszep. 16-20. Még egy sima elixírt, hogyha veszek, akkor azzal jobban járok. Igazából ez is egy jó dolog, ez a Scroll of Lore. Há, meg ez is jó dolog. Hát, végül is, igen. Ejj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 
megveszem ezt, meg ezt. És akkor így majdnem le vagyunk nullázva anyagilag, de nem baj, mert ezek fontos varázslatok. Ezzel be tudjuk azonosítani az ismeretlen tárgyakat, ezzel meggyógyítani tudom magam. Hát ezt a sok szart eladom, nem kell. Jó van, ezt gyűjtjük. Na, végül is, ja, ezt is eldobom akkor. Erre nincs szükség. Úgy bizony, és akkor így szuperszónikusak lettünk. Gyákák, gyakorlatilag. Na és szerintem akkor berekeztem most ezt az ülést. Remélem élveztétek. Holnap reggel folytatjuk, hogyha korán fel tudtok kelni.
akkor folytatása következik, és 20 aktív néző van, hihetetlen. Örülök, hogy azért az ilyen játékok is érdeklik a nézőimet, nem csak a bum-bum. Na, köszönöm szépen. Köszi szépen a figyelmet. Úgy. Na, úgy holnap reggel akkor kelljetek, és akkor nyomatjuk tovább. Discordon? Ja, szerintem leszek persze egy kicsit, nem sokat, de leszek. Na, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. To be continued.